József, te nagyon szorgalmas és ügyes vagy, mindenhez értesz, és amihez kezed ér, az csodálatosan kivirul. Úgy döntöttem, hogy minden vagyonom rád bízom, kivéve a feleségem. Megtisztelsz, uram, de a dicséret Istené, és neki igyekszem tetszeni. József hitének és becsületességének kemény próbát kellett kiállnia. József, azt akarom, hogy szeress és szórakoztass engem. Gyere hozzám. Nem tehetem, asszonyom. Uram, mindenben szabad kezet adott nekem, csak tőled tiltott el engem. Gyere közelem. Asszony azonban nem akarsz ebben nyugodni. Erőszakkal próbáltad József. Akarom, hogy gyere ide. Gyere. De József földi urához, és mennyei urához is hű maradt. Gazdája jó hírének érdekében megvonta a bizalmat tőle, és így börtönbe került. Uram, rád bízom magam ebben a helyzetben is. Továbbra is vezess engem. József, mióta itt vagy, valahogy minden jobban megy. Látom, hogy a rabok is bíznak benned. Itt van két új rab. Valami furcsa álmok van. Legyen gondod róluk, kérlek, beszélj velük. Miért szomorkodtok? Mondjátok el! Álmot láttam, és nem értem a jelentését. Ez nyugtalanít nagyon. Én is álmodtam, és én sem értem a jelentését. Mindkettő elmesélte részletesen az álmot, és József megfejtette az ok jelentését. Pohárnok, te három nap múlva visszanyered tisztségedet. Bár, csak úgy lenne. Téged pedig sütőmester halálra ítélnek.
Jaj, nekem, szegény fejemnek! Jaj, jaj, jaj! Pohárnok, emlékezzél meg rólam, amikor jól megy sorod, hogy megmeneküljek innen. Három nap múlva a pohárnok visszakerült a korábbi posztjára. A sütőmester pedig kivégezték. Közben teltek az évek. Istenem, hát elfeledkeztél rólam. A fáraó rémálmokat lát, és nem tudják a bölcsei megfejteni annak jelentését. De a pohárnoknak eszébe jut az álomlátó, és elmondja a fáraónak. Hozzátok elém a fáraó elé azt az embert. József, senki sem tudta megfejteni az álmom. Te miből gondolod, hogy neked sikerülhet? Nem én. Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Mondja el a fáraó, mit álmodott? Álmomban 7 szép kövér tehén jött ki a folyóvízből, majd ezt követően 7 sovány tehén, és a soványok elnyerték az előbbi kövér teheneket. A következő álmomban 7 teljes szép gabonafej növekedett, de 7 összeaszott vékony kiszáradt gabonafejek is növekedtek, és a soványok elnyerték a szép és teljeseket. A fáraó álma egy és ugyanaz. 7 bőesztendő következik, azután 7 énséges esztendő jön. Az álom ismétlődése pedig, hogy hamarosan teljesedik. Most azért a fáraó szemeljen ki egy bölcs és értelmes férfit, és tegye meg Egyiptom földjén gondviselővé. Rendeljen tisztartókat, és szedjen ötödöt a 7 bőesztendő idején, hogy legyen élelem tartalékban az éhség 7 esztendejére. József, mivel hogy Isten neked jelentette mindezeket meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember szerte a világon. Te légy az én házamon fő gondviselővé, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyi szék tesz nagyobbá nálad. Vedd a gyűrűm, hozzatok drága öltözetet neki, hajtsatok térdet József előtt. József a tömlőc mélyéről Egyiptom egész földjének kormányzójává emeltetett. József által a fáraónak és a főembereinek figyelme az igaz Istenre irányult. Egyiptomban a 7 bőesztendő beköszöntével megkezdődtek az előkészületek a közelgő szűk esztendőkre. Az éhínség kiterjedt Kánoán földjére is, ahol Jákob lakott. Egyiptomba jöttek a föld minden határából gabonáért. Jákob 10 fia is eljött, hogy élelmet vásároljon. Menjetek a fáraó helyetteséhez, az ország kormányzójához. Kímek vagytok ti? Azért jöttetek, hogy az ország végtelen részét meglássátok. Nem, uram, hanem eleséget jönni jöttek a te szolgáid. Mindnyájan egy ember fiai vagyunk. Mi 12-en vagyunk testvérek. A legkisebbikünk most atyánknál van. Egyikünk pedig nincs meg. Hozzá el valaki közületek az öcséteket. A többiek itt maradnak addig. Nagy az éhínség, nagy uram, és az öcsénket sem engedné, atyánk, mert már majd bele volt a másik fia elvesztésébe. Nem tehetjük ezt meg, atyánk. Börtönbe velük! Isten keze nehezedett ránk József miatt. Meddig tart még ez a gyötrelem? Mit érezhetett József a kútban? Mondtam nektek, hogy ne bántsátok a gyermeket. Hagyjátok abba, most már nem tudunk mit tenni. De legalább mi ne vádoljuk egymást, mert mindannyian bűnösök vagyunk. Hozzátok elém őket.
Úgy határoztam, hogy egy itt marad közületek, a többi pedig a gabonával hazatérhet, de az öcsétek nélkül ne kerüljetek a szemem elé, eredjetek! Atyám biztosan nem engedi el Benjamint. Ide nézzetek, mit találtam a zsákban a gabona mellett. Az ezüstöt, amivel fizettünk. Valaki visszatette. Mit cselekszik velünk az Isten? Már úgy aggódtam, értetek? Mi történt? És hol van Simeon? Nem tudjuk, mi történik velünk. Simeont ott tartották. A pénz visszakerült a gabona mellé. De a legnagyobb baj, hogy Benjamin nélkül nem mehetünk vissza. Megfosztottatok engem gyermekeimtől! József nincsen. Simeon nincsen. És most Benjamin is elviszitek? Mindez engem ért. Nem megy le veletek az én fiam, mert az ő bátyja meghalt, és ő maga marad csak nekem. Ha beszedhelem, érni nem érném túl. A szárasság tovább tartott. A gabona már majdnem mind elfogyott. Hát Jákob nem vonakodott tovább. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza másik atyátok fiát, és Benjamin. Én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. A testvérek újból Egyiptomba mentek. Amikor József meglátta Benjamin, mélyen megindult. Testvéreit a saját házában látta vendégül. Gyertek, üljetek le! Biztos a pénz miatt kell ide jönnünk. Igen. Lehet, hogy rabszolgálvá kellene. Biztosan. Ez a ti legkisebb atyátok fia? Igen, uram. Igen, uram. Igen, uram. Üljetek asztalhoz, kijelöltem a helyeiteket. Ma az én vendégeim lesztek. Nézzétek csak, születési sorrendben ülünk. Mindenféle érzések kavarogtak a testvérekben, és még nem kaptak rá feleletet. József megtöltette a zsákokat, és azt mondta: minden útra készen áll. Induljatok haza. Mindenki vidám szívvel kelt útra. Velük volt Simeon, Benjamin, állatai gabonával megrakva. De csak a külvárosig jutottak, amikor a helytartó szolgája utolérte őket. Miért fizettetek a gonoszszal a jóért? Eltettétek azt a serleget, amiből uram jövendölni szokott. Nem teszünk ilyet. Akinél megtalálod, halljon meg. Legyen a ti beszédetek szerint. És a serleg Benjamin zsákjából hullott ki. A testvérek gyásztal a szívükben szomorúan indultak vissza a városba. Mi dolog, amit cselekedtetek? Mit szólhatunk az én uramnak? Mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Az legyen az én szolgám, akinek a zsákjában a pohár találtatott, ti pedig békességgel menjetek a ti atyátokhoz. Ha most visszatérünk atyánkhoz, és ez a fiú nem lesz velünk, ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal. Hadd maradjam ez gyermek helyébe a te szolgád, mert kezeskedtem, hogy visszaviszem épségben őt neki. Szolgák, hagyjatok magunkra! Én vagyok József.
Te vagy. A ti testvéretek. Nem is ismerünk meg. Akit eladtatok rabszolgának. Eladtunk tényleg. Ne féljetek. Nem lesz semmi bántódásotok. Mert a ti megmaradásotokért küldött ide Isten engem, ti előttetek. Két esztendeje van éhség a földön, de még 5 év van hátra. Még 5. Nem ti küldöttetek ide, hanem az Isten, aki Egyiptom egész földjének fejedelmévé tett. Áldott legyen a neve. Csiessetek és hozzátok el atyánkat. Mondjátok meg neki, hogy József az ő fia, Egyiptom ura, és helyet készített az egész családjának. Jöjjetek, és Gósen földjén lakozhattok. A fáraó is megerősítette ezt a meghívást. Fájdalmas eseményeit. Mire tudtam, mire földön jár.